1 Korintus 1:4. We have been, God is faithful, who's called us. Az Isten hűséges, aki elhívott bennünket az ő közösségére. Called us into the fellowship of his son. Belehívott abba a közösségébe, amit ő az ő fiával élvez. He doesn't just say he's called us into fellowship with his son. Nem azt mondja, hogy arra hívott el bennünket az Atya, hogy a fiúval legyünk közösségben. But there's a big difference. Van egy nagy különbség itt. The fellowship of his son. Hanem a fia közösségében hívott meg, abba a minőségi és jellegi közösségben, amit a fiával élvez. Of the fellowship that the son enjoys with the father. Amit élveznek egymással kettőt. Is what he has embraced us in. És ebbe hív meg bennünket, ebbe ölelt bele bennünket. The free access. A teljesen szabad utunk van. The abandonment that the son has with the father. Gazdagság van. Is ours. Ez mind a miénk. Szemtől szembe, a kezdet kezdetén, minden gondolatod, azt a vágyat tükrözte vissza, hogy a fiúval közösségben átölelj bennünket. Az álmod valóra vált, egy olyan lényről, aki olyan, mint te. Igen, a szerelem a szívedben beteljesedett. Már a kezdet kezdetén megcsokoltál engem. Őrült szerelmes szeretet. Miért jössz utánam? Te, aki ismered minden hajszálamat, őrült szerelmes szeretet, sosem hagytál cserben. Utánam jöttél egészen a sírig. Utánam jöttél egészen a sírig, hogy azután feltámadj, és veled együtt én is. Még ha el is menekülök, és a halál sötét fátyla alatt találom magam, akkor is szeretsz. Még ha az elkeseredés legmélyére is temetkezem, ott is megtalálsz, és a szereteted irántam megment. Kezdettől fogva mindig szerettél. Let go, baby. I'm kissed by you from the very, very start.
yet to come, and who shall lead to these mishra as he attempted to come, or had he thought of love? Was he attempted to come, and who shall lead to these mishra as he attempted to come? Amen.